Na, mivel rögzítjük ide, ugye, hát én ezt nem fogom furkodni, úgyhogy ide ragasztjuk szépen, ráteszünk két oldalast, és oda nyomjuk. Ugye, alkohol, mondjuk, vagy széntetraklorid, vagy féktisztító, és ennek is, és akkor erre szépen fölnyaljuk a vékony két oldalas ragasztónkat. De kicsit nagyobb, hogy nem lát el idáig a kamera. Na de se baj. Ja, a múltkor videóban valaki kérdezte valamit, ragasztottam, hogy hol lehet két oldalas ragasztót kapni. Például ragasztó volt, ugye elsőre, de ezt például szerintem a Lidlibe vettem. Néha ott is van akcióban ez az amaz. Kicsit széles lesz rá. Így. Levág. Most rajta van két oldalas. Egy kicsit ez szélesebb, úgyhogy ezt ott végig kell vágni. De nem ezen, mert ezt nem cseréljük, hanem elmegyek valahol máshova. Ti ne a linoleumon vágjátok, mert az aztán megöli a linót. És így már nem lóg ki, mert ugye ez gyűjteni a koszt. Ezt most rá is dolgozom. Szépen lejön a kusz. Oké, itt sincs. Mert ugye, ha kilóg a két oldalas, fölragasztátok, akkor a por ott lesz mellett, és két hónap múlva ilyen fekete csuva lesz ott. Lehet, hogy így is. Azt mondja, hogy... És akkor... Annyi a teendő, hogy lehúzni róla a réteget. És ide fölnyalni. Ezt csak azért nyitottam, mert már bent van a vezeték, ugye ez hiba volt. De azt nem tudom, hogy a konnektorhoz lemostam sajnos a jelet. Azt hiszem ide kell neki kijönni. Azt nagyon nem kell arrébb rakni, ha nem jött össze. De ha minden igaz, akkor jó. Nem is tudom, hogy miért vettem le addig ezt a fedelet, amit nagy nehezen szenvedtem ide fel. Na, bejössz, gyára be, gyere ki! Gyere fel, gyere le, ez az, akkor azt kell átlépni, amíg egy jöhetne lejjebb, csak, hoppá. Ott takarjon, takard el a lukat, és most rányomkodjuk, és akkor ez ezzel fönt is van. Szupcsik. Akkor köthetjük. Ugye innét van a kötése. Úgy néz ki, hogy a kis kötés van. Önt már be lehet dugni egyet. Ja, és onnét tovább is megyünk. És lent. És védőföld. Hát ennyi. Akkor a kötözés, a szerencsétlenkedés. Még elforduljak, és úgy. De innétől meg kéne pucolni. A vicc, hogy ennek tovább kéne menni. Azon jó, hogy bedugnám, és tovább tudnék vele állni ugye a sütő, mert ez csak a mikro kávéfőző és a sütői ott még el lesz csatornázva. Ilyen ragasztott csatornával jobb híján. Nem vágtam meg eléggé talán.
És még mindig nem. Ki hiszi el? Szerintem már megvágtam eléggé ahhoz, hogy ez az, szépen szét lehet dolgozni. Sikerült jó vágni, úgyhogy ne vágjak még bele. Ugye itt vége lenne, levágnám, bekötném, kész. Aztán majd mennék tovább, de én nem akarom elvágni. Nem tovább akarok menni a nagy fogyasztóig, a legeslegnagyobb a sütőig. És lehet, hogy inkább, ha másképp nem megy, egy ráforrasztásos kötés lesz. Ugye a legnagyobb fogyasztónk a végén van ennek a vezetéknek. Ugye ide bejön. Lehet, hogy az lesz tényleg. Ilyen kis ráforrasztott részek lesznek. És akkor mi van? Ugye? Hát semmi. Mert itt azért csak egy mikró van. Néha megy, néha nem. De ott azért megy egy sütő, ami azért nem kevés áramot fogyaszt. Megmértem. Ez van a csavaros alatt. A magyar sütő villasz 7,5 amper, alul 373, felül 463, alul felül sütés van, az 8 amper, szóval egy 8, meg 7,5 amperokat teszi. Szembe a mikró, ami vagy mikrózik 5,5 amperrel, vagy csak 4. Szóval az semmi. Ahhoz képest a kávéfőző is egy rövid ideig tartó terhelés, szóval ez nem olyan nagy terhelésű konnektor, az lesz ott a nagy terhelésű. Éppen ezért itt most forrasztós, trükkös kötés jön. Már előkészültünk, már villog is a pálka. Itt azért kell majd egy 400 szerintem neki. Szivacs, vizes ónunk van. Úgy képzeltem el ezt, ami még sehol sincs. Most fogok egy darab drótot. Picurka. És a blankoláshoz is forrasztópálkát használok, ez nem szép megoldás. Gánynak mondják, pedig így nem sérül meg a vezető rész. Mert csak leolvasztom róla, hogy rosszat tesz a pálkának, meg csúnyai. Viszont nem sérült meg a rész. És most megnézzük, hol tartunk, szerintem ez a mély pálkás blankolásnak. Nézzük, meddig érünk bele. Na. Ne fúrjatok, hát így hogy lehet dolgozni? Egyfolytában fúrtok, hát. Csöndet, hát! Még egy picit hosszú is. Ekkora az igazi. Ez így bent lesz. És ez vagy a kék, vagy a barna. Most ezt hol is kössük be. Nehogy legyen itt egy nagy puk. Ezzel elmehetnénk így körbe mondjuk a kékkel, és itt megkötném a zöld sárkát. Az is a nagy puk, hogyha azért hozzá a fáz, és hogy a nullának se kéne hozzáérni. Ez egy is tök mindegy, hogy mi merre megy, de akkor ezt még jobban szét kell bontani. Se baj, inkább itt menjen el pár centi. Meg kelljen vágni a vezetéket, mert épp azért csinálom az egészet, hogy itt teljesen direkt kis megszakító és a sütő közötti sértetlen részvezeték menjen végig. Itt bejöttünk, és a kéket azt itt fogjuk megkötni, ezt szépen itt le is hajlíthatjuk. Hova tettem a fogót? Na most meg csak a fogó nincs meg. Meg lesz az, írjátok ti. Úgyse hiányzok én olyan nagyon erről a videóról szerintem. Szóval meghajtjuk, mondjuk itt, akkor ez így szépen bele fog jönni, ide vagy ide. A villanyszerelő mit csinál? Beleáll, a másikon meg elmegy. Aztán kész. De én nem szakítom meg. Csak azért se szakítom meg, hanem a kékkel itt csinálok egy forrasztott kötést. Ez ugye a felső, az itt jó is lesz. Akkor ezt itt megpucoljuk, ezt a vezetéket. Tönkre tesszük a szigetelését egész pontosan. Pálkáról azonnal húzzuk le.
van ez a módszer is, csak itt meg az a félő, hogy belevágunk a vezetékbe, a részbe, megsértjük a rezet. És ugye azt nem akarom. Na, ugye most ez egy sértetlen részvezeték, még. Ami lesz, rá fogjuk kötni, szintén forrasztós lankolás. Fákát azonnal pucoljuk, ha nem akarunk hegyet cserélni. Pikpak, most ezt össze is tekerhetjük, mint egy villanyszerelő, de vannak ezek a pici kötések is. Lényeg az, nem akarom megsérteni a rezet. De rész, te ronda vagy, meg büdös a szád. Így, nem akarom megsérteni. Na, ne dőjél már le! Simán mellé fektetve is ráforraszthattam volna amúgy. Nincs 8 kezem. Jó. A szorító kötést és forrasztó kötést egyszerre nem használunk, hát itt nincs szorító, csak forrasztott kötés lesz. Szépen be kell, hogy fussa. Úgy-úgy. Ezt fogjuk csinálni a fürdőszobába is. Ugye így a fő vezeték az nem, nincs megsértve, nincs elvágva. És hát itt muszáj szigetelő szalagos megoldással. Meleg még? Igen, úgy tűnik. Sziszeg. Hú, lesz az már. Hagyjad abba. Hú, de meleg. Miért nem forrasztottál hidegebbet? Ronda szigetelőszalagos megoldás, de ha nem lenne egy szigetelőszalag, úgy viszem el, úgyse lehetne gond. Ja, szigetelőszalagot mondjam, hol lehet kapni? Ugyanúttól a két oldalast. Lidli Praktiker, villanyszerelő volt, ragasztó volt, amit akartok. Szóval ez az egyik, amit ráköthetek most. Ugye szépen beledugjuk, érzéssel meghúzzuk. Ilyet villanyszerelő úgyse csinálna. Jaj, a konnektorból itt ki kell állni, úgyhogy itt is ki kell flexelni majd az oldalát, tényleg. Ugye, ha itt megyünk be, itt jövünk ki, itt is egy lyukat kell ráejteni. Ugye megcsináljuk. Most ott tartok. Hogy? Azt mondja, hogy a védőföldet, azt mondjuk, hol kössük meg. Azt kéne itt azonnal itt. Az az ötletem támadt. De várja, a védőföldet meg lehet szakítani, azon nem folyik áram. Ja, csak életveszélyes. De hát, a villanyszerelő simán megszakítaná, szóval simán elvágom, bekötöm, azzal nem szarozok. Csak a nagy áramvezetékkel van ez a forrasztásos imbilimbi. Bízunk benne, hogy ez működik. Hát a villanyszerelő a nagy áramú részeket is így simán elvagdosta volna és bekötötte volna, hogy a kettő van, az ment volna tovább. Csak én vagyok ilyen francos, hogy nem bántjuk a keresztmetszetet, úgyhogy a védőföldet azt szépen ide bedugjuk. Meg alá is. Majd. Oké, lesz így. Jó, ez meg az. Jaj, ne! Elsírom magam, hát ilyen történt, leesett a vízmérték, ez katasztrófa. Műszer dobálni, ennyi. Na és akkor a barnát. Ugye, mert majd így fogunk kijönni. Ez jó hülyén veszi így ki magát. Barnát, azt hol fogjuk megkötni? Azt is el kéne vinni arra, mert a kéket. Nem ott kéne kötni, hanem itt. Hát így ennyi durván, ugye. A barnát meg mondjuk itt kötjük.
Hol jövünk be Barnába? Itt alul. Nem ott, hanem mondjuk itt. Hogy jön ki? Így. 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 Oda fogunk beállni, hát ide kéne kötni, itt kéne lepiszkálni róla. Innéttől. Én ezt csak a csavarhúzó állt bele a lábamba, ez jó esett. A fájdalom, a barátunk azt tudatja velünk, hogy még élünk. Annak köszönhetjük, mi nem kötöttük be a másik végét ennek a vezetéknek, mert különben itt a fázis lágnánk el. Ugye, mert áram alatt van az egész ház. Hát kell a hidegidítő. Na, ekkora rész elég is lesz. Úgy szintén egy darab vezeték. Ugye ekkorát mondtam, ugye? Milyen megoldás ez a blankolás? Hát ez a műszerész megoldás, hogy így ne csökkenjen a vezeték keresztmetszete. Tanulhatnának a villanyszerelők néha. Na, hova állt bele, csavarhúzó, melyik ujjamból kell kivésni. Ez az. És ide bemegyünk. Mondom, bemegyünk. Mi lenne? Most se lett volna a hülyeség, ha nem itt van kötve, hanem abba az irányba. De most már mindegy. De most már itt van. Ugye innéttől idáig van kötve. Ezt meg itt visszálljuk meg. Itt meg is jelölöm, hogy itt. De a hosszú tuti nem kell, ami elég lesz. Szóval csak így mellé fektetve is rá lehetne forrasztani. Csináljuk úgy, de minek, nem? Egyszer rá is lehet tekerni, olyan ronda villanyszerelősen. Ez olyan jó érzés ezt rátekerni, szerintem ezt ezért csinálják, ez egy operáció. Hogy jó ez a tekerés, hogy a villanyszerelős, hogy most aztán úgy összeérnek a vezetékek. Az ó meg úgy biztosítsa, hogy azt hogy maradjon is így. Ugye itt, ha nem sikerült nagyon összeszorítani, és az ónon folyik az áram, akkor ez képes kimelegíteni magát, aztán majd kiforraszta. De hát, épp ezt mondom, akkor a konnektorunk elolvad, meg ez itt el lesz melegedve, de a fő ér, bár leég róla a szigetelés lehet. Majd meglátjuk. Ha meglátjuk, hogyan jártunk jobban. Itt elméletileg akkor áramok, még egyszer mondom, nem lesznek ebben a konnektorban, mint a másik konnektor, mert abban viszont nagyok lesznek. Tartósan, ugye ott azért hússütünk 2 órát. És akkor 2 órán át folyik az a 8 amper. A főágom, amit nem szerettem volna megszakítani ebben a konnektorban, de akkor nem tudni, hogy itt esik fél volt, ott esik fél volt, mindenhol meleg itt 10 amperszer fél volt, 5-5 wattokat, aztán az mindenhol egy melegedést jelent, mind a két ágon. Ugye egyrészt veszteség, és csak kifizetjük, de másrészt meg elmelegít itt minden nekünk. Na, akkor most ezt be is köthetnénk, ha kijönne oda, ahol szeretnénk. Ide. Menj be mögé. Ez lesz az. Ugye azért van rajta kétjük, hogy ne így csinálja az ember. Hát ezt nem sikerült nagyon belekötni. Igazából jó lenne látni, mit csinálok, nem? Elsőt legalább belekötöttem, vagy az is ilyen fos. Most ezt jó lenne tudni, hogy hova dugjuk be. Menj már közé! Mi van ezzel a fostos konnektorral? Na most meg jó.
érdekes. Ugye ezt nem szabad forrasztani, mert itt meg szorító kötés van. Mert vagy szorító, vagy forrasztós, a kettő együtt nem lehet. Ezt jól tudják a villanyszerelők. Megkötjük a védőföldet, amit megszakítottunk úgy, ahogy ők az összeset szakították volna. Szupi. Nagyon jó. Kész is vagyunk. Ez fogja rendesen. Meg ezt is. És most itt ezt így visszatürködjük, és itt kijövünk majd egy ilyen csúnya hajlítással, ami megint a minimális hajlítási sugár átlépését jelentheti akár, aminek nem örülök. De ez van, szóval ez itt fog kijönni. Most preparáljuk akkor a sarkát is. Most a forrasztó páka miatt itt van a konnektor, bár ide már nem nagyon kell, ugye? Ki is húzhatnám. És akkor preparing! Nagyon van, így, és így jövünk ki. Itt a lábunk alatt. Ez egy kicsit majd zsavágtuk, azt nem takarja a csatorna, de onnél úgyse fogunk benézni. De nem, profik vagyunk. Figyeld, figyeld, mutatom csatorna. Köztük a maximumot. És akkor, most fölcsatornázunk. Először jön a csatorna mindig. Mérünk. Meg kéne mérni a vízmértékét, amit az előbb majdnem összekövettünk. Ugye itt a lenti konnektortól följövünk vízbe, hogy az körülbelül hova jön. Azt mondja így. Az itt van valahol. Jó. Ettől meg elmegy ez, nem? Jaj, ne dűj le te is! Ajajaj, minden össze akar dőlni ma. Itt a közepe, és vízbe van. A találkozási pont. Valahol. És a születési nyugdíjat leteszem a földre a helyére, mert ugye annyit nem esik lejjebb. A többiel nem kell, csak az X-ünk. Az X-ünk, hogy a konnektor közepe a vízbe. Konnektor közepe vízbe, és akkor mérjük le. Meddig menjünk? Hol a centi? Hely! Ennek a közepe, meg még plusz a... Mennyi ez a csatorna? 15-ös. Ez olyan 7,5. Itt már csak 5. Meg ott van. 40,5-re levágjuk. Levágjuk 40,5-re. Jó mondtam? Biztos jó mondtam, mindig jó mondom. Ez jó is néz ki. Annyira nem is, hogy először simogatjuk. Kiviszem ezt a vágóeszközt. De mégiscsak jobb vágni, itt úgyis mindennek annyi. Egyszer meg kell csinálni a szép derékszerű véget. Nagyon szép hangja van, hogy megáll a flex, hogy az egy idél. Aki ezt érzi, az érzi, aki nem, nincs flexe. Ugye van a mondás.
Én találtam, hogy van flexed, nem csak, hogy te búzi vagy. Ha nem csesztünk el semmit, akkor az ide beillik. Ez be? Behozzák. Beillik. És az a baj, pont odáig illik, hogy ez nem a másik. Ez kicsit, mintha rövid lenne. Ezt meg ugye még le sem értem, úgyhogy ez meg nem lehet az, ami... Tényleg itt most nem tudom, hogyan lesz majd, hogy csak eddig lesz csatorna. Hát erre gondolok, igen. Na mindegy, ezt ide fölragasztjuk, aztán jó idő.